Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, ezen a héten már a harmadik alkalom, amikor hajómodellekről, modellekről, most legutóbb Kínánál hagytuk abba, beszélgetünk Lexikov Zsolttal, dr. Lexikov Gáborral és Boti Ferenccel. Szervusztok, köszönöm, hogy ma is itt hagytok. Na, mi van ezekkel az akkumulátorokkal, meg a kínaiakkal? Kínaiak, amikor Gábor tegnap mondta, hogy idejöttek a világbajnokságra, és ők leégtek, egy csúnya szereplésük volt nekik, akkor egy régi generációs akkumulátorokkal jöttek, és az akkumulátoripar az elmúlt években, ebben az elmúlt 10 évben akkorán hatalmasat fejlődött, lásd elektromos autók, lásd mobiltelefonok, a táska méretű telefonoktól a pici okos gépekig. Olyan szinten fejlődött ez az akkumulátor kérdés, hogy nagyon sokat ki lehet hozni belőle. Régen tudtunk egy, maximum 2 pályát menni egy akkumulátorral, egy akkumulátor pakkal, most kibír 6 percet, de az kibírja 4-5-ször töltéssel, és akkor a teljes 100%-át, amit bele lehet préselni, azt minden le is tudja adni. Ez, és a kínaiak ezt megtanulták, erre kitalálták ezeket a típusú akkumulátorokat, és erre csináltak 2 darab gyárat, az egyik Kínában, a másik azt hiszem Indonéziában. Ázsiában van az is. Ázsiában, ők látják el a világot ezzel az akkumulátorral. De olyan szinten látják el, hogy az első garnitúrát megkapja a kínai űrhajózás, az űrtechnika, a második garnitúrát megkapja a nemzetközi űrkutatás, a harmadik technológia, a harmadik leválogatott, tehát egy ilyen megy és osztályozzák az akkumulátort, tehát a harmadik, negyedik pakkot megkapja a kínai néphadsereg, és akkor utána többi. Hozzánk modellezőkhöz talán a 5., 6. jó esetben. Hát azok a prémium márkák, 5., 6. az úgymondott nagyon nagy támogatott versenyzők, azokat kapják meg a kínai csapat kapja meg. Hát földi halandó a 7., 8. sorozathoz jut hozzá. Fú, de érdekes, amit mondtok. Bocsánat, muszáj visszakérdeznem erre. Tehát ti valami hasonlót használtok, mint mondjuk a kínai néphadsereg? Így van. Hát ez természetes, maga alapvetően a modellezés. De jó. Alapvetően a modellezés is bármelyik ágát tekintjük, főleg manapság a nagyon-nagyon erős fejlődésben lévő elektromos hajtású modellezés. Tehát nem tudom, mennyire ismert a kérdés, de a modellezők előbb építettek drónokat, mint azt a hadsereg elkezdte használni, és a modellezők előbb használtak akár GPS technikát, akár bármi hasonlót ezeknek a vezérlésére, mint azt a hadseregek elkezdték használni. Tehát én azt tudom mondani, hogy a modellezés jelenleg talán az űrkutatás és a Forma 1 fejlesztési tempóját tudja hozni. Egyszerűen azért, mert iszonyatosan szükségünk van az új technológiákra. Olyan anyagokat, olyan eszközöket használunk, amiket ténylegesen azt mondhatom, hogy a kutatási élvonalába tartozó cégek vagy szervezetek használnak. Ezekhez a hozzájutás az már egy külön kérdés. Most például az új csodaanyag, amiről így még a nevét sem tudjuk. Ez nem a nitró. Hogy létezik, nem. Ez az oroszok által létrehozott kompozit alapanyag. Ez egy speciális szövet, a klasszikus karbon szövetnél fele, akkor a súlyú viszont kb. 15. De ezt hova teszed? Ebből készülnek a testek. Így van. Hatalmas teherbírása. Ennyire, hogy a nevét sem tudjuk, hogy miről beszélünk, illetve semmit gyakorlatilag. Akkor nektek még nincs ilyenetek egyelőre. Már van olyan hajónk, amiben van ilyen. Igen. Aha. Van orosz kapcsolatunk, maradjunk ennyiben. Igen, de alapvetően ténylegesen, tehát azért sokat elmond, hogy anno, amikor az oroszok, ez is egy ilyen, hogy úgymond a technika történeti sztori, rájöttek, hogy titánium, mint fém létezik. Először igazából nem tudtak vele mit kezdeni, az ilekhez gyártottak belőle kerékkulcsot. Senki nem tudta, hogy ez igazából mire való.
Mire, hát ahogy a legenda mondja, az egyik szentpétervári ilyen szerszámgyárnak az egyik modellező dolgozója rájött, hogy hát ebből ő 8-szor erősebb alkatrészt tud készíteni, mint bármi másból. És állítólag annó az akkor még körpályás autózásnál az él kerékkulcsból készített dugattyút, amivel aztán 3 vagy 5 világrekordot állított be pillanatok alatt, mivel kisebb súly, nagyobb szilárdság, stb. Stb. És akkor jöttek rá az oroszok, hogy hoppá-hoppá, ebbe valami több is lesz. Tehát azt mondom, hogy ténylegesen nagyon sok technológia, ami beépül a hétköznapjainkba, annak egy, nem mondom, hogy, hogy a nagy része, de egy jó része az a modellezők kezében született meg. És az utóbbi 10 évből rengeteg ilyet tudok mondani, de én azt mondom, hogy az akkumulátor kutatás és akkumulátor fejlesztés is először a modellezőknél kezdődött. A lítium-ion akkumulátorok, amiket mostanában a Teslába és hasonló autókba építenek, mi már nem használjuk. Telefonomban az van. De azért mondom, mi már nem használjuk. Mi már körülbelül 4-5 éve nem használjuk azt. Tehát gyakorlatilag ez azért... Elképesztő dolog, amiket meséltek. Hát amikor egy... Elképesztő dolog, amikor amiket egy, elmondom méretileg, egy akkumulátor, aminek a mérete 110 mm hosszú, 40 mm, 35 mm széles, 20 mm magas, és ez az akkumulátor 110 gram, ebből 6 percen keresztül 60 amper mennyiségű energiát ki lehet nyerni. Még most követlek, csak több adatot nem mondjuk. Igen. Igen, tehát nem is akarok tovább mondani. Tehát amikor ebből 6 percig 40 amper, 60 amper energiát ki lehet venni, akkor ez, az, ott valaminek kell picit, lenni mögötte. Picit egyszerűbben fogalmazva, talán egy picit nem, eddig értettem, pedig műszakilag utal vagyok. Látható, amikor én elkezdtem versenyszerűen modellezni 7-8 éve, akkor ebben a kategóriában, vagy ebben az akkumulátor típusban, amit Zsolt mond, az 1600 milliamperes akkumulátorok voltak közép kategória. Kis cértékkel. Így van, akinek már 1800-as volt, az nagyon jónak számított. Ma a 2800-asnál tartunk. Ugyanaz a súly, ugyanaz a méret. Ez azt jelenti, hogy hát nem duplájára, de tehát már azt mondom, hogy 40-45%-kal nőtt 7-8 év alatt az ugyanakkora tömegbe, ugyanakkora méretbe besűríthető energiamennyiség. És végülis így már a sebesség is növekedett. Természetesen ez hozza magával. Növekszik a sebesség, viszont abban a pillanatban, amikor a sebesség növekszik, abban a pillanatban a hajók instabilak lesznek. Növelni kell a hajótestet. Növeljük a hajótestet. Merre? Hozba? Hozba nem lehet, mert adott mérete van hozban, szabály megszabja az adott méretét. Akkor itt súly, oda szélesítés, ilyen vízlécek, na ekkor jön az, hogy te most mit ragasztottál az agyára? Így van. Annyira hálás vagyok egykori fizikatanáromnak, mert most nagyjából értem, hogy miről beszéltek, anélkül nem menne. Bocsánat, hadd hozzalak vissza benneteket a mába, de továbbra is, és a negyedik adásban meg majd a kanizsai Európa-bajnokságról szeretném, ha beszélgetnénk, de... Teljesen megdöbbentő és váratlan lesz a kérdés, lehet, hogy butaság is, de vállalom. Mindent értek. Nagyjából. Miért nem a futballt választottátok? Sorba. Jó, sorba. Mindenkinek legyen egy válasza. Azért, mert Halléba ráléptek a térdemre és szétment. Oké, ezt értem. Amúgy futballozott, tehát... Jó, azt tudom, de... De most meg nem. Nálam ez érdekes kérdés, én soha nem voltam kimondott sportoló típus vagy sportrajongó, érdekes módon valahogy. A technika viszont nagyon vonzott, illetve ahonnan én a modellezésbe érkeztem, az a makettezés. Tehát a klasszikus második világháborús harcjárműveket építettem, és érdekes módon ebből azért ugye az ember fejében megfordul az, hogy de jó lenne, ha mozogna, stb. 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 Na hát ez mozog. És így van, és én innen erről az oldalról, hogy miért nem egyéb sportok, ez talán érdekes volt, vagy hogy mondjam, tehát az én hivatásom nagyon messze áll, például akár a teljes, hát a nagyon messze az erős megfogalmazás, de messze áll bármiféle technikai, vagy
Én tudom, de áruljuk el a nézőknek, hogy mi a hivatásod. Én gyógyszerészként dolgozom, tehát alapvetően azért ez messze van akár egy elektromos területtől, akár egy mechanikus területtől, de én a modellezésnek köszönhetem azt, hogy gyógyszerészként megtanultam esztergálni, forrasztani, és ezernyi olyan technikai dolgot, amit valószínűleg az életben soha nem. És a grammokat, meg a milligrammokat is ismered. Igen. Igen, tehát amikor egy hajót kell kisúlyozni, és... Jaj, de jó, vizekre tereltem a beszélgetést, ugye? Igen, amikor egy hajót kell kisúlyozni, akkor négy darab mérlegen áll a hajó. És az a négy mérlegen azt... tudjuk, mindig, tehát az mindig pozícionálva van, és azon a négy mérlegen mindig grammokat, tized grammokat mérünk. Innen folytatjuk, de Feri, te még tartozol egy válasz, hogy miért nem a futball, mondjuk. Én ugye már minden sportot kipróbáltam. Így a futballt is. Futballt is, de ugye nagyon szeretem hasonlat. Így maradtam a technikai sportnál, ahol nem kell futni, csak igaz, stégre le kell rohanni, mert engem mindig úgy hívnak külön, hogy érjek már oda, de végül is, hát meg ugye evezem, szerelem, evezem. Ez egy jó sport, ebbe szögbe nézve. És akkor térjünk ide a grammokhoz vissza, hogy nem is úgy kérdezem, ahogy akartam, ahogy elkezdtem. Mil múlik ez a történet? A grammokon, kínaiokon, az embernek a kezén, a koncentrációján, a hullámzáson, éppen az adott helyszínen, a bójákon, a pályán, ezer dolgot tudnék sorolni. Mi múlik? Mondtuk már az elején, és beszéltünk már róla, hogy nem egyedül állok a stégen. Na, amikor ketten össze egy hullámon vagyunk, abból működik ez az egész. Ez így van. Tehát mindenki. Tehát amikor azt mondják, hogy Boti Ferenc tavaly is megnyerte a magyar bajnokságot, Boti Feri, így van. De kettő ember ott állt mögötte a stégen, egy mindig a stégen állt mögötte, viszont a Feri nyert. Illetve a másik, amit ne felejtsünk el, hogy ott volt mögötte, akár az Egyesület is, a Kanisza Modellező Sportegyesület, annak minden tagjával, annak minden apró segítségével, hiszen mi most itt ülünk és itt beszélgetünk, de azt azért tudni kell, hogy ugyanúgy, mint minden sportágnak, nálunk is vannak olyanok, akik ezt akár csak hobbi szinten űzik, vagy nem ennyire magas szinten űzik, vagy ők úgy gondolják, hogy nem szeretnék, de nagyon sokat köszönhetünk nekik is, hiszen a munkájukkal mindig segítik a mi eredményeinket, és ez aztán végül is visszafelé is hat, mert azért az biztos, hogy eredményeket felmutatva könnyebb azért bárhol, akár az egyesületi életben is elérni eredményeket, támogatásokat szerezni, azért sokkal könnyebb, ha le tudjuk tenni az asztalra az eredményeinket, és azt tudjuk mondani, hogy az idén nyertünk 3 országos bajnoki címet, mondjuk egy világbajnoki 7. helyezés vagy hasonló, azért ez biztos, hogy segít. Akkor a régi poénnal átviszem az értelmet, és a poén nem akarom elmesélni, mert ez egy 3 perces vicc. Akkor ez most csapatsport, vagy egyéni sport? Az egy olyan egyéni sport, amit csapat nélkül nem lehet vinni. Talán ez egy... Tehát ez egyéni sport? Tipikus Forma 1. Uh-huh. Tipikus Forma 1. Ha nincsen mögötted egy csapat, nem tudsz előre menni. Nem olyan régen volt, tehát ha nem hozzák ki a gumikat, idézőjelbe, így van, akkor vége. Igen, így van. Ugye nálunk ez azért ennyire, hogy úgy mondjam, ennyire nem látványos, hiszen ha muszáj, levezénylem egyedül is a versenyemet is. De amikor gondolkozni kell, hogy merre fejleszünk, amikor anyagokat kell beszerezni, ahogy beszélgettünk róla, ehhez elengedhetetlenek a kapcsolatok. Elengedhetetlenek akár már a mi szintünkön a nemzetközi kapcsolatok. Tehát nekem azért nagyon könnyű, hogy őszinte legyek, hogyha bárhova indulok el Európába, kevés az az ország, ahol nem tudok valakit fölhívni a modellezésen keresztül, modellező ismerőst, hogy éppen erre járok, és hol tudunk találkozni, mert
ebben is nagyon sokat segít nekünk, nagyon sok kapcsolatot is ad, viszont ezeket a kapcsolatokat, hogy úgy mondjam, jól kell használni ahhoz, hogy itt az ember ténylegesen eredményes tudjon lenni. Nagyon fontos az állandó, folyamatos információ áramlás. Ahogy mondtuk, ez a sport gyakorlatilag a folyamatos megújulásról szól, a folyamatosan fejlődő új technikákról szól. Ebben, aki kimarad, lemarad, ahogy mondani szokták. Ahhoz, hogy mi ilyen eredményeket el tudjunk érni, ahhoz van egy háttércsapatunk itthon, aki segít nekem esztergálni, amit nem tudok megesztergálni, mert Ferivel mi villanyszerelőként dolgozunk, mi a forrasztásokat megcsináljuk, egyéb ilyen dolgokat megcsinálunk, de viszont nem tudunk olyan szinten esztergálni, mint van egy kollégánk, aki esztergályosként dolgozik nap, mint nap. Marósként dolgozik nap, mint nap. Van egy kollégánk például, a kettő is, aki most erre a 3D-s nyomtatásra állt. Tehát, amikor kitalálunk egy új alkatrészt, akkor ők lenyomtatják 3D-ben. Fölpróbálják. Állj meg. Csak egy pillanatra, csak hogy értsem. 3D-ben igen. Egy nyomtatóval így van. Készítünk alkatrészt. Igen. Így van, legyártjuk az alkatrészt, bepróbáljuk a helyére, hogy igen, ez lesz az, ez pont odaillik, úgy rajzoltuk meg először fejben, utána papíron, utána gépen úgy rajzoltuk meg, ahogyan annak olyannak kell lenni. És vagy kijön egy nyomtatóból a történet. És ő kijön nyomtatóból. Majdnem az egész alkatrész nyomtatott. Műanyag nyomtatásban. Mégis nem műanyag, hanem karbonszálas nyomtatásból. De nyomtatás. De nyomtatás. Bocsánat, akkor én korszerűtlen vagyok, én Word dokumentumokat szoktam nyomtatni úgy, hogy benyomom a megfelelő ikont, és akkor nyomtatja. Ez már elmúlt ezek szerint. Igen, ezen túl vagyunk. Igen, tehát ez egy... Úgy mondom, hogy kell ahhoz egy számítástechnikus, kell hozzá egy programokhoz értő rajzoló mérnök, kell hozzá egy 3D-s nyomtatást kezelni tudó kolléga, és akkor amikor ezek a, ez meg maga összeállt, az eszköz, ami nyomtatja így ezt. Van, amikor ez így összeállt, akkor kezdjük ugyanezt fémből. Mert akkor jön az esztergályos kolléga, a marós kolléga, akik ezeket megcsinálják. Ugye vannak olyan alkatrészek, tehát jól hangzik a nyomtatott alkatrész, teherviselő alkatrészeket, azért ma még ott nem tart a 3D technológia, még egy pár év azért. Tehát ha be lehet építeni, és azzal megy, ki lehet próbálni, akkor már majdnem. Is, mert az autósportban már nagyon sok ilyen nyomtatott persze, alkatrész. Persze, természetes, de itt mondjuk a robbanó motorok belső alkatrészek. Jó, belső tehát ott persze. Azért még nem, de én azt mondom, hogy pár év, és ez is. Tehát ez a... Elképesztőek vagytok. Mára abba kell, hogy hagyjuk, de holnap még a heti utolsó adásban folytatjuk. Annyi mindenről beszélünk, de arra szeretném magamat is rábírni, meg ösztönözni benneteket is, hogy azért erről a kanizsai Európa-bajnokságról is beszéljünk egy icikét-picikét. Most már szerintem így 3 adáson keresztül belementünk a részletekbe, meg akik kilátogatnak, nagyjából értékelni tudják, hogy az a hajó, meg az a muki ott a stégen, vagy az a 2 muki, vagy 3, az egészen pontosan mit is csinál. Találkozzunk holnap önöknek is, ezt javaslom, hogyha érdekli önöket a téma. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.